Madari Gyula vagyok, 1944. április 5-én születtem Pusztaszörön, a Tanyán, Tanya 357 szám alatt, és jelenleg 27 éve csinálom a Makrovilág utazási és Zarándok utazási irodát. Az iskoláimat, általános iskoláimat Pusztaszörön kezdtem, a Szárnyékhalmi általános iskolába. Ez 2 kilométerre volt tőlünk, és hát sajnos édesanyám korán meghalt, 11 éves voltam. Igaz, 50-ben már azt írták bele az általános iskolai bizonyítványomba, hogy apja foglalkozása kulák, ezért édesapám meg börtönbe volt. Így 1955. augusztus 31-én a három fiú testvér vérszerződés kötött és az ország különböző részére került. Hát én egy ideig ott voltam a Tanyán, jártam iskolába, majd elkerültem Nagybaltuny bányavárosba. Mi könnyére öttünk, Szögedében mentünk, hát az A betűvel beszélők 40-en voltak, rettenetesen csúfoltak. No, de hát aztán visszakerültem Pál Borostorára, nagyanyámhoz, és hát ott meg a minden hétfőn a tanárunk, magyar tanár, aki pártitkár volt, aki közben úttörő vezető, minden reggel felállított, Mazarik voltál a templomba, voltam. Bekapta az ostját, bekaptam. Ittál a bort, nem ittam. És akkor negyed órát szitta az egyházat, meg engem. Hát engem aztán ide után nem zavart. Kiskunfél egyházára kerültem a Pető Sándor gimnáziumba, utána pedig hát hivatásomnak megfelelően Egerbe teológiai tanulmányokat kezdtem. Sajnos a gyomorfekélyem kiújult, operáltak, úgyhogy nem vállaltam. Utána az Ib Miklós műszaki főiskolára felvételiztem, felvettek. Hát ennek egy nagyon érdekes története volt, mert nekem a pedigrém az olyan volt, egyrészt a születési körülményeim, másrészt pedig a teológiai tanulmányom, hogy a közgazdasági egyetemen azt mondták, hogy 5 kilométerre kerüljem el. Az orvos egyetemen azt mondták maximális pontszámmal, hogy ilyen szemlélettel nem lehet gyógyítani, és akkor következőt kellett csinálnom. Hát tekintettel arra, hogy apám már akkor nem kulák volt, hanem T.S. paraszt kijött a börtönből, mondtam, hogy T.S. paraszt. Akkor a bátyám, az pap volt, meg hitoktató, írtam, hogy oktató. Nekem el kellett számolni a teológiával, és mondtam, hogy miután azt mondták, hogy a vallásod magánügy, akkor én magánjellegű tanulmányokat végeztem. Úgyhogy, hát természetesen rögtön fölvettek, elvégeztem, majd 10 évig voltam szakszerelőipari építésvezető, és bevittek a járáshivatal osztályvezetőnek honorra. Hát itt be kellett vallanom, mert tudtak mindent rólam természetesen. Az életrajzomat ki kellett javítanom 4 ponton, mert mondták, hogy így nem lehet ilyen életrajzon dolgozni. Aztán 1986-ban azt mondtam, hogy én meguntam ezt a dolgokat, én nem csinálom, és akkor határoztam el, hogy igaz, még akkor senki se tudta, hogy mi merre fog menni. Elhatároztam, hogy egy zarándok irodát alapítok, és 87. június 15-én rá is került a pecsét. Igaz, az első 2 évben valuta miatt minden nap becsukhattak volna, második 2 évben akkor már mindenki vihette az embereket, akkor a 50 forint a kevesebbet vagy adott már, azzal mentek, és utána kezdődött meg tulajdonképpen a mi fejlődésünk, és 27 éve csinálom a Makrovilág utazási, Zarándok utazási irodát. Hát azt hiszem, az emberek megelégedésére, mindannyiunk örömére. Jelen pillanatban hát a Makrovilág Kft.-t üzemeltetem, mert mindenféle szervezetet ugye a mai gazdasági életbe valahol be kellett illeszteni, és ez világ csodája, hogy egy Kft. Non-profit zarándok irodát működtet. A Szegedi Tudományegyetem egyik Pusztai Bertalan munkatársa belőlünk doktorált, protestáns környezetbe, Helsinkibe, maga a csoda volt. Nos, hát a jelen pillanatban egyrészt a zarándoklatok szervezése ki Magyarországra beutaztatás révén, magyarországi zarándokhelyek fölkeresése,
aztán saját buszparkunk van, azokkal kell ma foglalkozni. Az Üllőút 7 szám alatt megvettünk egy épületet, Ferencváros legrégebbi háza, hát 1839-ben épült, és mint építész én voltam a tervezője, a generálkivitelező, a műszaki ellenőre, a beruházója, egy szemében minden, és nagyon szépen sikerült a műemlék dicséretével, és hát ott működik egy zarándokszállás, illetve egy ifjúsági szállás, és ott működik még étterem, és még könyvkiadással is foglalkozom. Hát ez egy kicsit izgalmas dolog, és úgy tűnik, hogy sok is. Amikor nincs probléma, tehát a gazdasági válság előtt nem volt sok, a gazdasági válság az tökéletesen megnövelte a feladatokat, és hát most újra kezdünk egy nyugalmasabb helyzet elé állni, hiszen annak idején a mi beutaztató irodáink is például tönkre mentek, és külföldön, Olaszországba, és hát bizony kellett újabb piacot keresni, vagy újabb embereket beszervezni. Izgalmas volt, és hát talán öröm az, hogy akikkel mi kezdtünk a 80-as években, mi mindenkit túléltünk. Amikor 1962-ben leérettségiztünk, az volt Arany János egy kedvenc sora, szép sora volt, hogy nincs más cél a földi létben, mint embernek maradni mindig minden körülményben. Hát ha visszatekintek most a 70-esből, azt mondom, hogy nem volt könnyű, de megértem. Igazán kettő oszlop ment előttem az életemben mindig. Egyik édesanyám oszlopa, világét oszlopa, másik pedig Radnai Pál, ez ismétlen meg, mert jobban hangzik akkor. Radnai Pál plébános atya oszlopa tanítása. Édesanyám egyszerű parasztasszony volt, de az 50-es években neki 200 kötetből álló könyvtár volt a tanyám. Tehát ez egy valami fantasztikus dolog volt. És azt hiszem, mind a három fiú, miután mindegyik ész lett, az idősebb bátyám zenész, a középső lelkész, a harmadik építész, tehát valahonnan innen hoztuk, tőle kaptuk ezt az indítatást a kapálás mellett, és hát amikor gyerekkoromban nem tudtam összeolvasni a L meg az O-t, ugye százszor elmondtam, és azt mondta a tanítónéni, hogy ha még egyszer nem olvasod össze, akkor megeszlek. Ugye én hazarohantam apámnak, mondtam, hogy meg akar önni a tanítónéni, hát ezt, mert piros volt a szája, azt mondta, hogy azért piros a szája, hogy megüszi a rossz gyerekeket. No, mindegy, ezt tisztáztuk, hát azóta természetesen már tudok olvasni, mert oroszból, németből, nyelvvizsgában, angolul, latinul ugye vizsgáztunk, tanultunk, latinul, olaszul beszélek, tehát magyarul is igyekszem szépen beszélni, nem biztos, hogy mit sikerül, de igyekszem. 43 éve vagyok idegenvezető. Tehát ez azt jelenti, hogy én tulajdonképpen a nagyvilágot bejártam. Hát most egy nagyon izgalmas dolog lesz, mert 20-an elvisznek engem Argentina, Brazília, Chile, Tűzföld, Uruguay és Paraguayra novemberbe. Hát ez egy hatalmas öröm. Nos, azért nem biztos, hogy az ember csak ezt úgy érte el, mert az építészetben is szép sikereim voltak, minisztérium kitüntetés, egyebek, de nem biztos, hogy az ember azért kapja, mert jóképű, az sose voltam, csak okos, és nem biztos, hogy azért kapja, mert előszobázik, én utálok előszobába járni, tehát nem is szoktam sose, hanem a tevékenységgel érte el. És ami talán a legfontosabb 27 év óta, ami a hivatásom is volt, hogy az embereket szolgáltam, az emberekért voltam, ez beteljesedett. 11 évi küzdelem után elértem, hogy a vallási turizmus támogatandó turisztikai termék lett 2001. március 7-én. Tehát 4 évig harcoltam azért, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel elértük azt, hogy pilgrim guide képzés, tehát zarándoklat idegenvezető képzés volt,
ami azt jelenti, hogy külföldön is vezethet, mert egy sima guide csak csoport kísérhet. Aztán a következő volt, hogy egy zarándokházat létesítsek, az szintén 2001. július 10-én megvalósult. És most már viszont kellett a szakmába egy olyan szintű szakember képzés, mert hiszen 40 évig nem volt zarándoklat, tehát nem tudták az emberek mi az igazán. És a Nyugat-Magyarországi Egyetemen 4 év óta képzünk vallási turizmus, gazdasági szakembereket, és hát erre nagyon büszke vagyok, én magam is tanítok az egyetemen, és mondhatom azt is, hogy nyugodtan hajtom le majd a fejemet, hiszen lesznek, akik tovább viszik, mert szükség van erre, az emberek igénylik, és hallatlan nagy örömet jelent az emberek számára, hallatlan, most éppen voltam a fodrásznál, és a fodrász nőnk társa eljött egy magyarországi egynapos zarándokútra, és mikor hazajött, 2 napig sírt, és mindaz a feszültség, ami benne volt, a zarándokhelyen az egyszerűen akkumulálódott, kijött belőle, és azt mondja, hogy megszületett, tehát újjászületett. Ezért hallatlan nagy fontossága van ez az emberek életében. Természetesen ezt én könyvek írásával is elősegítettem, 5 könyvet, liturgikus és információs könyvet szerkesztettem, írtam, hiszen például 2000-ben a nemzeti zarándoklatokat mi vezettük, csináltuk meg, ami azt jelenti, hogy Szentföldre közel 1000 főt vittünk el, és Rómába pedig 8000 főt mozgattam. És például Batthyány Stratmann boldogavatására 2300 főt szállítottunk el. Hát Róma világon legnehezebb mozgási terep, mert a világ ott van, ott téblából mindenki ott szeretne lenni, tehát hallatlan, és azt mondom, hogy az a 2300 fő problémamentesen elment és lement. Azon túlmenően a fiatalok, hát mondhatnám azt is képzésében, most már a 152. tanulónál, hallgatónál tartok, az ország különböző részeiből jönnek hozzám, akiknek a szakmai dolgozatában, a szakdolgozatában segítek, bírálok, részt veszek. Tehát tulajdonképpen sikerül egy olyan, hát mondhatom azt is nyugodtan, egy olyan réteget kialakítani, képezni, akik ezt olyan szinten, mint Olaszországban, ahol 1933 óta működnek zarándokirodák, ugye pápa írt Róma püspöke felügyeletével. Nálunk ez egy rendkívül érdekes dolog, mert itt egy civil szervezet csinálja azt, ami tulajdonképpen mások egyházi feladat, de hát tudjuk, hogy az egyházak elég sok mindennel el vannak foglalva, és ha nekem ez megadatott, akkor ezt meg kellett csinálni természetesen. Ami fontos a mindennapokon túlmenően, igen, az, hogy mint ahogy benne van a szóban is, hogy valakinek az épülésére történnek dolgok. Tehát mi léleképítést és szellemépítést végzünk. Ez kapcsolódik egymáshoz a kettő, a szellem és a lélek, hiszen a háromasság teljes, ha az ember a biológiai részt megkapja általános turisztikai ellátás keretében, a szellemi részt megkapja, amikor különböző látnivalókat hallatlan nagy terjedelemben megismer, és végül, ha ez szakrális közegben történik, akkor az ember még pluszt is kap az életébe, és nem szükségeltetik az ilyen embereknek pszichológus. Ők maguk az Istennel tartják a kapcsolatot, és nála jobb pszichológust én nem ismerek. Minden ember életében kap keresztet. Vagy tudja, hogy mit kapott, vagy felfedezi, vagy nem. Én az egyedüllét keresztjét kaptam, ilyen kiskoromtól kezdve. Ott a tanyán este bement az ember, és
egyedül volt benn, még a szülők kint dolgoztak. Az óra tiktakolása mellett meguntam, és 6 éves koromban elmentem a szomszédba lánykérőbe, hogy én ezt nem bírom tovább, ezt az egyedül létet én nem. Na most a Juliska néni, a Valika édesanyja adott egy játékot, hogy menj fiam vissza és játsszál, majd ha megnősz, akkor gyere el a 4 évvel idősebb Valikát megkérni. Utána aztán úgy döntöttem, hogy pap leszek, tehát akkor a teológiára jelentkeztem. Akkor volt egy szerelmem, és hát megegyeztünk, hogy ugye te arra, te erre. És hát ő, mire én végül is váltottam, férjhez ment, és hát az élet rendje szerint élte az életét. Akkor én későbbiesen, 29 éves koromban megnősültem, de 2 nőt vettem el. Tehát az anyósomat és a feleségemet. Ebből következett, hogy nem volt hosszú tartalma a házasságom. Viszont hát én a hitem szerint még egyszer nem nősülhettem meg. Így, amitől mindig futottam és ami ellen harcoltam, mégis az egész életem szinte egyedül éltem le, élem le. De ezzel már megbarátkoztam, hiszen a gyerekkorban rengeteg ugye elkövetett atrocitás, amit a hivatalos szervek, a rekvirálások, a végrehajtók, a kis húsvéti keresetemet kiásta a földből, elvitte, és nagyon sok mindent tudnék erre mesélni, nem tett tulajdonképpen sem félszeggé, sem egy lelki defektes emberré, hanem hála Istennek egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jó hangulatú ember maradtam. Na most, hát ez azt jelenti, hogy a mai napig is. Viszont a 3 testvér, ami a vérszerződés, annak rendje módja szerint, minden vasárnap együtt ebédeltünk az idősebb bátyámnál, 18-20, csak sajnos ők elmentek fiatalon. Úgyhogy most már szó szerint egyedül vagyok a családból, még az unokatestvérek, gyerekek vannak ugye páran, de mai napig is. És tulajdonképpen ez az egész életemen végigvonult, nem panaszkodom. Tehát örömmel élem az életemet. És akkor most mi az én hobbim? Az én hobbim az utazás. Az én hobbim az utazással való foglalkozás. Tehát ugyanaz a hobbim, ami a munkám, és miután az az ember, aki a helyén van az életben, az azt hiszem boldog ember.